Már a kezdés előtt sem volt kérdéses a mérkőzés kimenetele, így a nyíregyháziak a tanulás szándékával a tisztes helytállás reményében utaztak el a Tisza partjára. A szegediek mindössze egy helyen változtattak azon a csapaton, amely a hét közepén kiharcolta a legjobb négy közé jutást a Bajnokok Ligájában, azaz abszolút komolyan vették a találkozót. Kijött a két csapat közötti különbség, a vendégek hiába ütöttek 3410 fát, a házigazda 3825 fát elérve csak apró részsikereket engedélyezett a nyíregyháziaknak. Tegő Levent és a Hakker Dezső nélkül kellett elutazni Szegedre, és emiatt a Magyarorsi Péternek a válsérülésével, illetve a Szlovenszki Tóbor válsérülésével vállalnia kellett a játékot. Jó magamnak az edzésen tért problémáim akadtak. Tehát azért mondom, hogy több sebből vérezve, de mégis úgy voltam vele, hogy játszunk és egy tisztességes eredményt próbáljunk meg kicsikarni. És úgy gondolom, hogy a lehetőségekhez képest még akár azt mondom, hogy többet is sikerült elérni, ugyanis hozzáteszem, hogy majdnem minden játékosunk szerzett egy-egy belső szetpontot, ami már önmagában nagy bravú szokott lenne a szegedi katlanba, és lehet mondani azt, hogy kaptunk tapsot a hazai közönségtől egyes részeredmények után, úgyhogy azt lehet mondani, hogy mindenképpen elégedetten távozhattunk a 8-0-ás vereségünk ellenére. A Szuperliga tabellájának élén a Szeged 100%-os teljesítménye 34 ponttal, megelőzve a 30 pontos Népcelakot és a 29 pontos Zalaegerszeget. A 10 pontos Nyíregyháza a 10. helyen várja a folytatást. A hétvégén nem rendeznek fordulót a Szuperligában, így a nyíregyházi játékosok készülhetnek a március 12-én esedékes területi döntőre, amilyen 5 megye 44 tekézője lép majd dobóállásba a Városi Stadion csarnokában.